lélek. Mi ott az a sötét maszat? A Pireneusok. 4529 km terjedelmű hegyvonulat. No, ez szép. Nagyon szép. És hol lehet átkelni a Pireneusokon? A Roncesvalles-i hágón. Roncesvalles. Még a neve is dalul. Milyen gyönyörű vidék. Gazdag és szép. Milyen isteni táj. Varázslatos ez a földi világ. Minden, ami csak létezik. Ez a világ. Világ az gyönyörű. Forrás, dúsliget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárd ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhess mind e csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, áldott vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, néptelen, békés, dolgos millió. Élet szép, az élet minden, a rangot, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság, csak tud és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel, várnak rád új és új csodák. Az élet minden, s még létezhet, a földön ember, a lánc mi egybe köt, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké. Az óceánok, az őslények, a mamut, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat? 4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén. És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű. Mély barlang vagy dzsungel, folyó zúzó tenger, magányos őrtorony a parton. Trópusi naphevében, jéghegyek közt a télben, utat tört tehetség és szorgalom. Minden sors új kezdet, remél és küzd az ember, keresni, hogy lehetne boldog. Teremtő lázban égve, s egy újkor szebb reménye, mint lámpás fénye mindig fel.